tavalyi közgazdász vándorgyűlés után ismét rangos közgazdasági konferenciának ad otthont Kecskemét városa. A tanácskozásra körülbelül 150-200 közgazdász hallgató, illetve doktorandusz érkezett Magyarországról és a környező országok magyar lakta területeiről, Erdélyből, a Felvidékről és a Vajdaságból egyaránt. Hegedűs Éva főtitkár, elnök vezérigazgató köszöntőjében hangsúlyozta, a jövőt senki nem tudja előre. Sok tanulás, együttműködés és vita kell ahhoz, hogy fejlődjünk és haladjunk előre. Ezért is üdvözölte a konferenciát, hiszen itt rengeteg eszme cserélhet gazdát, mely mindenkinek csak hasznára válhat. A fiatal közgazdászoknak, a kárpát-medencei fiatalokkal találkozni, közösen gondolkodni a jövőről, ez mindenféleképpen fontos érték számunkra. Mi úgy gondolkodunk, hogy a tradicionális értékek mellett az új gondolatok, új innovációknak az ötvözése nagyon fontos a közgazdász szakma számára. Domonkos László, az állami számvevőszék elnöke azt reméli, hogy a tanácskozás és az előadások hatására a fiatal közgazdászok a problémákhoz és kihívásokhoz másképp közelítenek majd ezután. Az állami számvevőszék megtapasztalta a válságból adódó államháztartási közgazdaság elméleti problémákat, és azt láttuk, hogy ez nem adott jó választ nagyon sok ország, és Magyarország is keresi az útját. Úgy gondolom, egy fiatal közgazdászok körében az nagyon fontos, hogy ez az új gondolkodásmód, egy válság utáni gondolkodásmódot együtt alakítsuk ki, együtt keressük a dilemmákat, a kérdésekre adott válaszokat, hiszen a jövő nemzedéke van jelen. Szombaton délelőtt 4 szekcióüléssel folytatódik a kétnapos program a Kecskeméti Tudósházban. Az ülések témája az export versenyképesség, fintech, ipar és bankrendszer, az ipar digitalizációja és robotizációja, valamint a régiós tőzsdék versenyképessége köré csoportosul. Szemereiné Pataki Klaudia kecskemétváros polgármestere a munkaerőpiac helyzetéről tartott prezentációt a konferencia nyitónapján. Az ország nagyon sok pontjáról és a Kárpát-medencei magyar egyetemekről is vannak itt hallgatók és diákok, és én azt gondolom, hogy egyrészt a város népszerűségét, más pedig a Neumann János Egyetemünknek a népszerűségét tudjuk ezzel növelni. Nagyon érdekes témák lesznek, és én is ilyenkor megragadom az alkalmat, hogy egy olyan problématerületről tartsak előadást, ami itt felmerül most a mi kis szűkebb régiónkba, és hát ugye ez pedig a munkaerőpiacnak a kihívásai, változásai, elvárásai, és ennek összefüggésében tartok én egy prezentációt, és bízom benne, hogy viszem a hírét a városunknak és az egyetemünknek. Az idei a romániai, a szlovákiai és a vajdasági magyar közgazdásztársaságokkal együttműködésben megszervezett konferencia központi témáját a versenyképesség, ezen belül is a Kárpát-medencei térség versenyképessége adja.